A legújabb Panini Katar 2022 világbajnokságos kalendáriumot a sajtóforrás biztosította. Megtaláljátok a webshopban www.sajtóforrás.hu link a leírásban. Üdvözlök mindenkit ez itt a futban A mai videóban pedig megnézzük a másik oldalát az adventi kalendáriumnak. Ez is azért egy durva pack Opening lesz, Limitedekkel, illetve négy kártyás csomagokkal, amik még mindig elég jók, hiszen nagyon durván adják a ritka kártyákat. Én azt mondom, hogy a Top Master vagy az Invincible legyen velünk, hiszen az kell ide hogy nyissunk egy Top Master Invincible-t, mert akkor tényleg ez a kalendárium egészen megéri, de amúgy is, amúgy is, tehát a sajtóforráson ugye meg tudjátok venni, és egyáltalán nem drága ahhoz képest, hogy ilyen gold meg premium limitedek vannak benne. Jó, nézzük akkor a hatos ablakot itt fönn. Ott a limited fejjel lefelé van benne, money limitedje. Ezt nem lesz egyszerű kiszedni, de megoldjuk úgy, hogy ne sérüljön. Tehát már nézzük is akkor a money limitedet karácsonyi feeling már maximálisan itt van. 17-es, már tegnap nagyon rá vagyok hangolódva erre az egész VB-re, csak nyomjuk már, történjen már az első meccs. Nagyon-nagyon várom. Jó, 17. ablakban négy kártyás pak, ami tényleg eléggé menő. Már amiatt is, mert hogy ott a kettő csillogós, na erről beszélek, imádom. Game Changer, Berkus, illetve Katari, majd utána egy lengyel és egy francia. Kettő sima, kettő csillogós kell lenni, jobb. Hát ez, ez, brutális, hogy, hogy ennyi különleges van benne. Karácsonyfa az kicsit itt betolakodott a videóba, de fönt ott gyűjtjük a csillogósokat, és akkor a végén tudunk összegezni egyet. Nézzük a 21. ablakot, hiszen abba is van valami csoda. Valami csoda, jó kártyapak, csak nagyon nehéz kiszedni. Kicsit meg kell tépnem, muszáj, mert egyszerűen nem férek hozzá. Inkább a tok sérüljön a doboz, mint hogy a kártya. Nézzük is. Alkalmazásos cucc természetesen ebbe is van. Majd utána egy Ecuadori Golmasin, NR Valencia, illetve egy angol logó, egy búsán kapus illetve egy Pereira. Pereira szerintem hiányzott is nekem, még mindig vannak hiányzóim, úgyhogy azért vagyok még lelkes a bontással kapcsolatban, hiszen van mindenféle hiányzó, a sima lapoktól kezdve a limitedeken át a csillogósokig, úgyhogy, úgyhogy én bízok benne, hogy ez most ez boosttal egyet nekem az albumba. Jó. Úgy. Nézzük is. Ebben mi van? A kettő csillogós itt is megvan, Katar logó és egy Kristenzen, majd utána Ahmed és Militao, a Brazil Militao, az egyik legesélyesebbek a VB-re, legalábbis szerintem. 23-as ablak, ez karácsonyi, el hó, 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 karácsony előtt igen, Premium Ronaldo az ablak mögött azt figyeljétek, nagyon komoly. Na, ha figyelsz, ki lehet venni úgy, hogy ne sérüljön. Mindenféleképpen óvatosan vegyétek ki a kártyákat. Cristiano Ronaldo egyes ablak, nézzük meg. Ebbe egy kártyapak van, szegény album itt a másik részét, ezt teljesen összetépem. Úgy is van. Vontsuk is a pakot. Oh! Beadta a Topmastert, beadta a Azaz, na ezt szerettem volna még. Fans favorite Tiago Silva, de az, hogy beadta a Topmastert egy négy kártyás pakból, hát erre elég kevés volt az esély, mindjárt meg is nézzük, ez nagyon komoly. Na jó, na jó, hát nekem ez stand. Ó, uh, kegyetlen jól néz ki, nagyon szép. Itt van rajta az esély, azt mondja 32 csomagonként van, és ott a bappé. Nagyon jó. Nézzük akkor a következő ablakot, ez egy 8-as. Ronaldot egy picit arrébb zavarjuk, hogy ki tudjuk bontani. Hát elég nehéz, de megoldjuk. Hiszen ott van alatta a következő Premium Limited, méghozzá a belga kapus kurtoá. Úgy. Kedetlen Az összes Premium Limited benne lesz. Vagy majdnem az összes. Na jó, nem, nem biztos, hogy az összes, de majdnem. 13 kártyapak. Úgy. Nézzük is. És ott a legenda Müller, az legendákat is. Hát ilyenből kinyitni, Word típusú kártya, az is ritka. Fans favorite, majd utána egy Pavard, illetve még egy német, ez Ginter. Nagyon-nagyon nagy mázlink van ezekkel a jó kis pakkokkal. Hát tényleg, én örülök egyébként, hogy hogy így oldotta meg a panini. Nem egy rossz megoldás egyébként. Érdekes, érdekes. Ezt ilyet még nem is gondoltam volna, hogy ők ilyen prémiumokat fognak belerakni. Lesük már akkor a következőt. Nézzük meg, hogy ebbe vajon mi van. Kódos kártya az fix, de van mellé egy Bernardo Silva, és ennyi a csillogósoknak a sora. Egyetlen egy, ez ilyen szempontból picit szer szerencsétlen de nem vészes. Vinicius Junior, Buffal és egy Al Gaham. Jó, kettes ablak. Óvatosan, hát ezt most már arrébb teszem, mert nem lesz itt hely kibontani a kettes ablakot, hiszen ebbe is kártyapak van. Nézzük meg. Mi lakozik benne? Kódos cucc. Ez pedig egy Ruben Diaz nem nagyon nyitunk duplákat. Estrada, Slimane, Zsau, Cancelo nem nagyon jönnek duplák, és ennek azért tudok örülni. Itt pedig még egy kártyapak. 19-es ablak lesz majd utoljára. 24-eset ugye előző videóban bontottuk. Most nem számok szerint haladtunk. Tunéziai logó, na ez dupla. Itt már a végén akkor érezni, hogy jönnek. San, Mané, Molina. Sajnos ez is csak egy egycsillogósos pak volt. Utolsó, 19-es ablak, ahogy mondtam. Nézzük meg. És az összes limitedet kiszedtük, ami benne volt ebbe. Úgyhogy ez már egy sima csomag lesz. Négy kártyás, ugye. És akkor leszük is meg. Van itt nekünk egy Mazer Mount, egy Zomer, kettőcsillogós fixen megvan, Gossens, illetve egy Harry. Ausztrál játékos. Összegezzünk egy picit, a másik oldal az durvább volt, ez a bal oldal ez sokkal keményebb, viszont itt adta be a top úgyhogy még se annyira. 3 limited, rakat csillogó, rengeteg brutális mennyiségű csillogós, és persze hozzá passzoló sima hero kártyák, de összességében ez azért elég komoly, és ott a topmaster is, illetve az előző videó, a múlt heti videó tartalma, az meg megint még több csillogós gold, csillogós limitált lapokkal, az meg nagyon kemény, tehát ez az összpak, ami egy ilyen adventi kalendáriumban van, látjátok azért hibátlan kártyák ezek, semmi komoly bajuk nincsen. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót, ezt a dupla videót, legközebb találkozunk majd még, fogunk még bontani katarcucokat, hoho, most indulunk csak be igazán úgyhogy mindenféleképpen iratkozzatok fel, eddig nem tettétek volna még meg. Jók legyetek! Sziasztok!